Nem teljesen kiszámítható az élet, így nem mindig ugyanaz történik, amit elképzelünk. Van az a mondás, hogy ember tervez, Isten végez. Én egy kicsit másképp használom ezt a mondást, ember tervez és ember végez, csak egy kicsit másképpen. Az eredménytelenség abból fakad, hogy ragaszkodsz ahhoz, amit elterveztél. Az élet közben és a világ közben változik körülötted, így neked pont olyanná kell változtatnod a tervedet, amelyben eredményt lehet elérni. Nagyon régen tartottam szemináriumot, és elhatároztam, hogy bármilyen körülmények között is, de megtartom újra az elsőt. A szeminárium lényege az, hogy szabadon gondolkozzunk, szabadon cselekszünk. Nem tervezzük meg, hogy mit fogunk csinálni, hanem amit kell csinálni, azt fogjuk csinálni. Nagyon fontos, hogy különbséget tudjunk tenni a között, hogy mit kell csinálni és mit muszáj csinálni az életben. A mit muszáj csinálni az az, hogy nem tehetsz más, azt csinálnod kell, rád van erőszakolva, és nem bújhatsz ki alóla, tulajdonképpen rabszolgaként, robotként éled le az életedet, és így dolgozol. Nem igazán egy örömteli élet. A mit kell csinálni, ez a felelősségről van szó, arról van szó, hogy tudod, hogy mit szeretnél elérni, és felelősséggel gondolkozol a saját terveid iránt, tehát ha tudod, hogy mi a célod, vagy mi a vágyad, és meglátod azt is, hogy mit kell csinálnod ehhez, hogy elérjed, akkor felkelsz és meg fogod csinálni. Nem kell elmagyarázni neked, hogy ezt csinálnod kell, lehet, hogy nincs hozzá kedved, de a kedvet és a motivációt onnan fogod meríteni, hogy megérted, hogy ez a következő lépés ahhoz, hogy sikered legyen. Na most így jártunk mi is. A szeminárium egy ilyen helyszín, ahol mi magunk formáljuk az eseményeket, így csak olyan dolgokat fogunk csinálni, amiket kell csinálni. Tehát például van egy cél, akár valakinek a betegségének a megoldása, vagy valaminek a sikerén dolgozunk, vagy úgy általánosan a fejlődésen dolgozunk, és ehhez a célhoz megnézzük, hogy milyen emberek jöttek össze. Tehát sose lehet tudni, hogy pontosan ki van ott, nagyjából tudjuk, és akik ott vannak, ez az az anyag, amivel rendelkezünk, hogy összeépítsünk valamilyen közösséget, valamilyen társadalmi modellt, és kidolgozzunk egy megoldást, akár egy céges problémára, akár valami nagyobb gondolatra, például arra, hogy manapság az ember hogyan tud úgy élni boldogan, hogy ott a család, ott van a munkahelye, kevés a pénz, ismerjük a problémákat, tehát hogy boldoguljunk a mostani hétköznapi életben. Na, ilyen modelleken dolgoztunk, és rögtön szembe is találtuk magunkat az elsővel, az első életszerű problémával. Elterveztük azt, hogy kimegyünk szeminárium előtt 2 nappal, hogy bőven legyen időnk arra, hogy rendbe rakjunk mindent, kimegyünk a helyszínre, és ez egy teljesen új helyszín, annyira új, hogy újonnan rakták le a födémet, a padlót, mindent, tehát állítólag kész lett volna 2 nappal a szeminárium előtt. Hát odaértünk a teherautóval, odaértünk a cuccokkal, a technikákkal, mindennel, és az egész helység tele volt ácsokkal, festőkkel, mindenféle munkásokkal, és nem az volt a baj, hogy tele volt velük, az volt a baj, hogy még munkájuk volt. Tehát egyértelmű volt, hogy nem tudunk bepakolni. A levegőben vastagon szállt a fűrészpor, minden csupa por volt, ez a finom por, ami bemászik mindenhova. Tehát lehetetlen volt bármit is csinálni. Egyértelmű volt, hogy a terv szerint itt szeminárium 2 nap múlva nem lesz. Össze is zuhanhattunk volna, mérgelődhettünk volna, csapkodhattunk volna, szíthattunk volna bárkit, hogy miért van ez így. Mindegy, hogy ki értett félre valamit, vagy miért csúszott el ez a munka, de ilyenkor meg kell változtatni a gondolkodásodat, meg kell változtatnod a tervedet, és bár kimentünk, hogy kényelmesen és megfelelően összepakoljunk és felkészüljünk a szemináriumra, amikor majd jön a 50-100 ember, és meg kell változtatnod a tervet, nem pakolni fogsz, hanem mindenki megfog egy felmosorongyot, vödröt, és 2 napon keresztül csak dolgoztunk és takarítottunk, miközben fűrészeltek, kopácsoltak, festettek, aközben mi takarítottunk, és megpróbáltuk rendbe rakni az egész termet, az egész épületet. Így juthattunk el odáig, hogy csinálhassuk azt, amit csinálni kell. Tehát ez nem muszáj volt, nem
nem volt muszáj nekünk takarítani, nem volt muszáj nekünk megcsinálni, hanem ahhoz, hogy meglépjük a következő lépést, ahhoz, hogy majd beérkezzünk egy olyan eredménybe, amiből felépíthetünk egy másikat, ahhoz ezt az első lépést meg kell csinálni, attól függetlenül, hogy nem a mi dolgunk volt. Tehát hogyan állj hozzá az életedhez, a terveidhez? Úgy, hogy más is hozzáférjen, úgy, hogy te flexibilis legyél, úgy, hogy az eredmény legyen a cél, és ne az, hogy mennyit dolgozol, vagy mennyi az idő, mennyi időd van hátra. Tehát úgy állj hozzá az élethez, hogy az élet alakul körülötted, neked is alakulnod kell, és akkor, amikor szinkronban leszel, és utoléred ezt az életet, onnantól lesz lehetőséged változtatni az egészen. Tehát először mit kell csinálni? Azt, amit tenned kell. Utána csinálhatod azt, hogy ismét tervezhetsz, és megint azt kell csinálnod, amit tenned kell. Fontosabbat viszont elfelejtettem, megjelent az applikáció. Az applikációval fogsz látni több száz videót, olyan videókat, amelyeket még nem láthattál, tehát ezeket nem publikáltuk. Nincs kint a Facebookon, nincs kint a YouTube-on, nem is lesznek kint, kizárólag az applikációban lehet látni. Lesz iPhone-on is, meg Androidon is, áprilisban megjelenik, ingyen lesz letölthető, bárki ingyen letöltheti. Sok anyag elérhető ingyenesen, de hogyha igazán sokat szeretné megtudni, akkor több száz videó lesz az online akadémián belül, és erre elő lehet fizetni. De az online akadémia lényege az, hogy előadásokat nézel rajta, és még rengeteg tervem van, live-ot is fogok adni, hogyha elegendő. 2%-on van az akkumulátor, ezért abba hagyom. Nem ettünk még, és egy csomó mindent föl kell vegyünk ma.